Na szóval sziasztok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Folytatjuk a kis fesztiválos kalandjainkat, hiszen CC Creations rakott ki egy új spoileres videót, amit most meg is nézünk, úgyhogy hajrá! Na most, aki már egyébként tudja, hogy a Lovas Fesztivál mi történik, annak nem lesz meglepetés, hogy kapni fogunk idén is új limitált idejű lovakat. A limitált időt azt úgy kell érteni, hogy jelenleg, ugye a fesztivál időtartama alatt itt lesznek velünk, és amikor a fesztivál kikerül, akkor ezek a lovak kikerülnek egészen addig, ameddig vissza nem jön jövőre a fesztivál, tehát ezeket a lovakat nem veszik ki véglegesen, csak simán limitált idejűek. Mindenféleképpen nézzetek fel a CC Creations csatornája, nagyon jó dolgokat szokott csinálni, viszont azt tartsátok szem előtt, hogy néha csinál fanmade dolgokat, amik nem fognak bekerülni a játékba. Ezek viszont biztos, hogy bent lesznek, szóval egy ránézést mindenféleképpen megér. De most igen, ezt el kell mondanom, hogy egyébként ez a videó spoileres, szóval ha esetleg nem szeretnéd látni azt, hogy mi fog bekerülni a játékba, akkor ez a videó nem neked van. Illetve azt azért el kell mondanom, hogy ezek a lovak még mindig nincsenek befejezve, akkor lesznek befejezve, hogyha az elsősok betett őket a játékba, addig még változhat a színük, az animációjuk, konkrétan bármi, úgyhogy nem kell túlzottan beleélni magunkat, csak figyeljünk és nézzük azt, hogy mit csinálnak. Igen, ezt szerintem nem kell elmondani, hogy idén a Lovas Fesztiválhoz jönnek az új lovak, és azt hiszem, hogy 3 darab új ló lesz, de ebben nem vagyok biztos, mindjárt megtudjuk, lehet, hogy több. Április 3-án, azaz jövő héten fognak beérkezni a játékba, úgyhogy szuper-szuper, egyből láthatunk is egyébként egy holland melegvérűt, csodálatos. Igen, kapunk egy szürke holland melegvérűt, aki egyébként egy kicsit foltos, csak mondom. De nekem nagyon-nagyon tetszik! Úristen! Imádom, hogy egyébként egy kicsit olyan sötétebb szürke foltjai vannak. Ilyen nagyon nem is láttam. Ilyenre talán egyszer láttam versenyen. Szépek ezek a dolgok egyébként a valóságban is. Itt is nagyon-nagyon tetszik. Mondjuk távolról amúgy meg sem mondtam volna, hogy neki vannak foltjai. De jól néz ki. Nekem tetszik. A másik ló az szintén egy holland melegvérű, ő szintlán egy ilyen kis, hát nem tarka, de valahol tarka. Nagyon-nagyon szép, nekem nagyon-nagyon tetszik. Ki van dolgozva szépen az összes kis foltja, úgyhogy nem csak egy nagy paca van rádobva. Imádom, imádom. Biztos, hogy mindegyik jön velem. Kis tornádó háttérben, de semmi baj. Jó helyen van. Közelről is nagyon jól néz ki. Nem tudom, nekem a gyengéim azok, amikor egy kicsit olyan össze-vissza foltosak, tehát hogy nincs egy olyan konkrét átmenet, hanem ilyen kis pöttyös. Imádom, nagyon jól néz ki ez a ló is. És hát ezért azt el kell mondanom, hogy a kedvenc fajtám, az egyik kedvenc fajtám a holland melegvérű, úgyhogy a plusz színeknek mindig örülök. Arra nem beszél, hogy egyébként különlegesen néz ki mind a kettő eddig, szóval... És hát van még egy lipicaink, akivel vegyes érzelmeim vannak. Őszintén valahol nagyon-nagyon tetszik, valahol pedig nem igazán értem. Mert amikor először megláttam ezt a színt, akkor nem lipica jutott eszembe róla, de plusz egy színnek végül is jó egyébként, tehát nem mondom, hogy nem. Nekem nem feltétlen lipicai, de... Oké, elfogadjuk. Amúgy kis aranyos feje van. Illetve április 10-én Szabinnak érkezik be új versenyei, úgyhogy ezt is mindenféleképpen megnézzük. Így a lovakra visszatérve, én azt mondom, hogy nekem a holland melegvérűben mind a kettő nagyon tetszik. A lipicaihoz tartom magam, hogy elég érdekes. Valószínű azért, mert sötétebb a sörénye. Ami egyébként valahol nekem tetszik, szeretem a sötétebb sörényű lovakat, tehát akit nekem feltétlen a szőrszíne, a sörényszíne.
Viszont nem tudom, itt valahogy érdekesen néz ki. Lehet, hogy csak szimplán azért, mert ugye egy lipica és a lipicik általában nem így néznek ki. Nem azt mondom, hogy nem nézhetnek ki így. Persze mindenféle fajta szín előfordulhat. De nekem elsőre nem egy lipica jut eszembe. Na mindegy, minden esetre nézzük meg akkor Szabinnak a versenyeit, hiszen mindig jó, amikor Szabinnal találkozunk. Úgy látom, hogy Morlandon lesz ez a gyönyörű verseny, csodálatos verseny. Egyből is mondom, egyből el is felejtettem beszélni. És tetszik egyébként, hogy ilyen dark horse tematikájú a verseny. Lehet, hogy ennél a versenynél egy kicsit kijövök majd a sodromból. Én azt mondom. Jó, eddig egyébként nem tűnik rossznak. Szeretem, egy kicsit olyan érdekesebbé teszi az, amikor van konkrétan kerülgethető dolog is a játékban. És nem csak az van, hogy igazából időre kell menni, és akkor az egyik pontban átérni a másik pontba. Tetszik, hogy egy kicsit úgy beborult az ég. A tüzekkel sose voltam jóba, szóval lehet, hogy ez még majd okoz nekem egy kis fejfájás, de jó lesz az. Jó, hát nem egy olyan üde nagyon hosszú verseny, egy olyan 1 perc, 15 másodperc körül van. Szerintem egyébként nagy baj nincsen vele. Ó, és több verseny is van, 3 darab verseny, azt a mindenit. Hát egyelőre az indulás az ugyanaz. Szóval biztos, hogy 3 verseny van? Más a indulása. Nem tudom, egyébként lehet, hogy megfigyeltétek, lehet, hogy nem. Ugye a Wildale erdőnél bevezették azt, hogy van egy darab verseny, viszont több útvonala van. Tehát teljesen mindegy, hogy melyik nap csinálod, több variálása van. Lehet, hogy ez is egy olyan verseny lesz, hogy igazából több variációt fog kiadni. Nem tudom, erről egyébként lehet teorizálni a kommentek között, mert kíváncsi vagyok rá, hogy ti mit gondoltok. Vagy pedig ugye 3 különálló verseny lesz, de hát azért ez sem egy olyan üde, nagyon hosszú verseny, tehát itt sem egy olyan 2 percet fogunk elidőzni, inkább csak egy ilyen 1 perc környéki idő. És hát ugye itt van az utolsó, azaz a 3. verseny, úgyhogy nézzük is meg. Az indulás az szintén ugyan azon helyről kezdődik. Az útirány is nagyjából megegyezik az eddigiekkel. Úristen, mi történt ott azzal a tűzzel? És egy kicsit itt akkor most ugye nem balra megyünk, hanem jobbra. Tetszenek egyébként ezek a industriál tematikájú akadályok. Nem tudom, mi történt, de jó, kislag, belefér, mindig belefér egy kislag. Mondom, nem mindegy. És akkor, jaj. És akkor végül is ez a verseny egyébként körülbelül olyan 1 perc, 10 másodperc maximum hosszúságú. Nem rossz, nem rossz. Nekem egyébként tetszenek a versenyek, bár én azt sajnálom, hogy CC Creations nem mutatta meg, hogy melyik versenyért mennyi XP-t kapunk. Ugye ezt már elmondtam a pénteki videóban is, hogy egyébként a Lovas Fesztiválon nagyon-nagyon sok low XP-t kapunk. Szóval kíváncsi lettem volna, hogy ezért a versenyért mennyi XP-t kapunk. Ugye jelenleg a Jorvik Lovardában lévő versenyért Szabintól 500 XP-t kapunk. Azért kíváncsi lennék, hogy ez a 3 verseny, ez most egy verseny, vagy igazából külön-külön versenyek, és hogy hány XP-t ad. De hát úgy néz ki, hogy akkor április 10-én ki fog derülni. Írjátok meg nekem kommentbe, hogy nektek hogy tetszenek ezek az új lovak, illetve a versenyek. Nagyon szépen köszönöm, hogy végignéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett. Bízok benne, hogy a legközelebben találkozunk, úgyhogy addig is, sziasztok!